Legfőképp itt a tömlők találhatók. Kétféle tömlőméret van. B és C. A Győr-Szent Iváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke mutatja be a tűzoltó autójukat. Alig egy éve szerezték be. A jól felszerelt gépjárművel egyelőre csupán különböző rendezvényekre és gyakorlatokra járnak. Éles helyzetben nem használhatják, hiszen jelenleg hagyományőrző ifjúságnevelő kategóriában van a Szent Iváni Egyesület. Ebből szeretnének előrébb lépni. Ehhez azonban a jelenlegi 12 aktív taglétszámot minimum 20 fősre kell duzzasztani. Azért fontos, szükséges a toborzás jelenleg, mert viszonylag kis létszámmal, viszont aktív létszámmal működünk. Ahhoz, hogy riasztatók legyünk, hogy később lehessen számítani ránk, minél több időt tudjunk akár majd készenlétben tölteni, ehhez fel kell építeni egy olyan csapatot, akikre lehet számítani a tekintetben, és minél több ember van, annál kevesebb időt kell egyénenként rászánni erre a célra. Elsősorban Győr, Győr-Szent Iván, Gönyű, Nagy-Szent János, Kisbajcs, Nagybajcs és Vének településekről várnak rátermett férfiakat, akik heti egy-két alkalommal szívesen töltenék idejüket hasznosan és aktívan. Tuza László Pál, az Egyesület egyik tagja, tűzvédelmi mérnök végzettségét hasznosíthatja az önkénteseknél. Itt önkénteskedéssel visszaadunk a társadalomnak valamit, valami jót, amit talán mi is kapunk, és ha jót teszünk, akkor jót kapunk. A másik dolog, amiért csatlakoztam az Egyesülethez, hogy tűzvédelmi mérnök végzettségem is van, és úgy gondoltam, hogy illő, hogy egy tűzvédelmi mérnök csatlakozzon egy önkéntes tűzoltó egyesülethez, és én a Szent Iváni Egyesületet választottam, ahol úgy érzem, hogy a mérnöki képzésen nem tanult dolgokat kiegészítettem, itt tanult új dolgokkal és gyakorlattal. Az Egyesület elnöke saját bőrén tapasztalta meg, mit jelent másokon segíteni. Borbély Tamás egy 10 éves gyermeket mentett meg a biztos haláltól, ekkor döntött el, csatlakozik az önkéntesekhez. Csatlakozásom előtt egy-két héttel közvetve érintett voltam egy tűzesetben, ahol akkor laktunk, alattunk egy idősebb bácsik egy cigarettával sikeresen felgyújtotta a lakást. Ezt senki nem vette észre, illetve nem tudta, mit kell tenni. Lementem, kihívtam a tűzoltókat, ez idő alatt olyan mennyiségű füst keresett lépcsőházba, hogy mire felértem, szinte semmit nem lehetett látni, és egy 10 éves gyerkőccel kellett nekem lemenni, ami hál' Isten sikeresen megtörtént. Viszont én utána gondolkodtam, mi történik, ha ezt másképp csinálom, például elesik a gyerkőc, füstben nem találom meg, ugye én csak egy ruhát adtam rá, kabátot, és próbáltunk menekülni. És nyilván ennek van egy olyan hivatalos útja, hogy mi az a száj elé teszünk valamit, ne lélegezzük be a füstöt. És az a kevés tudás, ami nekem akkor volt ott a sok hatására, még az a kevés is elment. És egy-két napra rá találkoztam a Melindával, és említette, hogy ők tűzoltó egyesületet alapítottak, és hát mondtam, hogy nekem itt a helyem. Aki kedvet érez a csatlakozáshoz, az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen megteheti. A Győr-Szent Iváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület remek közössége várja a rátermet, segíteni akaró embereket.